Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény. A Millás reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Rendszert visz a céged életébe. Köszönjük ismét a hallgatókat, március 21-e van, kedd reggel, 8 óra 11 perc, ez pedig a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Nács Gáborral. És Gede Balázsral. 0630 2010 909 az SMS és WhatsApp számunk, olyanok érkeztek, hogy a Német Völgyén, hát én csak annyit mondok, hogy egy kivasalt cica lassítja a forgalmat, és mindenki azt kerülgeti, mert ennél szaftosabban írt a hallgató, de az nem biztos, hogy rádióképes. János kórháznál minden irány behalás, ez még egy másik útinfó, és Ati írta, hogy neki már a hírek helyett is jöhetne vers Schmidt Anditól. Hát majd meglátjuk, hogy Kassák Lajos születésének napján készül-e valamivel a hírmondólány, versmondólányá alakul át. Ez teljesen rá van bízva. Egyébként a másik hallgató is azt írta, hogy kérünk verset, Kassák művészeti lapokat indított, aztán galériát nyitott, majd megtanult festeni Bortnyik Sándortól. Igen, és ez a festészetén nyomot is hagyott. Na, kérem szépen, áttérünk egy nagyon izgalmas témára, amit beharangoztunk, sőt, egy csomó mindennel összefügg ez egy előbbi témánkkal is, amiben azt taglaltuk, hogy a bérnyomás által esetleg nőhet az infláció, banki hozamokról lesz szó, illetve megtakarítási formákról. Tokodi Gábor, az FHB Bank vezérigazgató helyettese van itt velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok! Hát itt az előző beszélgetésnél, ahol ugye igen komoly bérdinamika látszott, és esetleg azt pedzegették, hogy a szakértőnk, hogy az infláció is elszállhat. A bankok esetleg készülnek arra, hogy megváltozhat a hozamkörnyezet? Tehát lehet arra számítani, hogy ez a nagyon alacsony hozamszint, amit most el lehet érni, ez változik? Amint most lehet látni, hogy a rövid távú hozamokban nem igazán lehet bármiféle változást idei év végéig előre látni, viszont a hosszabb távú megtakarítások esetében, akár már csak az állampapírok 2-3 éves hozamát nézzük, ott már van bizonyos mértékű emelkedés. De összességében, hogyha a lakossági üzletágat nézzük, és a lakossági várakozásokat, egyelőre a jelenlegi kamatszintben kell gondolkozni. Jó, akkor megnézzük, hogy a jelenlegi kamat és hozam környezetben miféle banki termékekkel lehet operálni és hozamot elérni. Az egyik nagy kedvencünk, amit ugye meg is emlékeztünk Gáborral arról, hogy nem tudom, egy másfél éve döbbentünk rá, hogy van még nyereménybetét. Egy kicsit el is nosztalgiáztunk, ugye annak idején ebből egy volt az akkor legnagyobb banknál, és tulajdonképpen azt a célt szolgálta, hogy a Merkur telepeken autóért sorban állók, akik sorszám alapján évekig vártak az autóikra, esetleg egy autó nyereménnyel be tudják előzni a sort. Most egészen más jellegű, illetve jellegét tekintve nem biztos, mert nyereményről van szó, de más motiválja azokat, akik nyereménybetétkönyvet váltanak. Hogy néz ki most a konstrukció, és mennyire népszerű? Hát maga a termék egy viszonylag egyszerű konstrukció. Itt arról van szó, hogy ez egy megtakarítás, egy betéti formátum. Az ügyfél elhelyezi a megtakarítását, és hát nem kap utána kamatot. Ez eddig nem hangzik jó. Viszont ez a kamat egy alapot képez, ami alap kisorsolásra kerül az ügyfelek között. Ez ugye azt jelenti, hogy viszonylag kis megtakarítással van esély arra, hogy nagyon nagy összeget lehet nyerni. Példaként, hogyha most megkérdezem, hogy mennyi lehet a 10.000 forintnak a havi kamata, havi hozama, nagyságrendileg? Hát nagyságrendileg az már mínuszos is lehet. Hát én úgy gondolom, hogy ez maximum 2-3-4-5 forint. Igen. És ennek a kamatnak a kockáztatásával van lehetőség nyerni egy 3,5 millió forintos autót, vagy most éppen nálunk a FHB bankba egy 14 millió forintos Ford Mustangot. Ugye ez sokáig az OTP kizárólagos terméke volt, és az FHB a másik piaci szereplő, aki elindult ezzel, de nagy különbség, hogy itt nem csak gépjármű van, hanem más is elérhető. Ugye ez mikor jött a döntés, illetve mióta
Van a piacon az FHB-ben? Ezzel most már a negyedik éve vagyunk piacon. Összességében egy fontos kérdés, hogy miért gondolja egy bank, hogy ezzel érdemes kijönni. Igen, miért? Másodikként, és avóta se jött be más, azt gondolnám, hogy ha annyira menő lenne, akkor mások is megcsinálták volna, ha meg annyira nem, akkor meghagyták volna az egynek, akinek. Az mi a háttér a részletekre? A jelenlegi kamatkörnyezetben ez egy olyan termék, ami tényleg izgalmas lehet, megkülönböztethet más bankoktól, és hát valójában ez egy viszonylag könnyen értékesíthető ügyfél megtartással, ügyfélszerzésre alkalmas konstrukció. Valójában ez van az egész konstrukció mögött, és ugye általában az kérdés szokott lenni, és mit keres, mennyit keres ezen a bank. Ez a konstrukció, ez nem arról szól, hogy a bank ezen nagy jövedelmet tudna elérni. Ez valójában tényleg arra való, hogy ügyfelek kis megtakarítással a bankba el tudják helyezni a pénzüket, és olyan alternatívát tudjunk nekik nyújtani, amin tényleg érdemes elgondolkozni. És az mitől függ meg, az hogyan találódik úgymond ki, hogy mi legyen a nyeremény? Hát igazából annyi, hogy ami éppen a legmenőbb és ilyen népszerű terméket keresünk, hogy mekkora vita van erről, ez hogy szokott lenni? Hát bankon belül erről hatalmas vita van, tehát amikor végig gondoljuk, hogy éppen most mit gondolunk, mi az, ami megmozgathatja az ügyfeleknek a gondolkodását, az érzelmeit, akkor tényleg előjönnek azok a tipikus éppen menő dolgok, tehát például egy iPad, iPhone, ami tipikusan olyan termék, ami sokaknak egy vágy, de ugyanebben a körbe tartozik egy gépkocsi is. Körülbelül ez az, ami megmozgatja az embereket, és például, hogyha most a Mustangról beszélünk, hát a Mustangnak nagyon egyszerű a története. Én azt hiszem általános iskola 6. osztályos koromban kaptam egy Matchboxot, ami ilyen Mustang volt, nagyon ronda színe volt, rózsaszín még mindig megvan, és amikor itt beszélgettünk, hogy mégis mi legyen, nekem egy nagy vágyam egy Mustang, nem valószínű, hogy én fogom megnyerni, de úgy gondolom, hogy ez nem csak nálam van így. És remélhetőleg a nyeremény sem rózsaszín lesz. Hát az egy gyönyörű tűzpiros Mustang. És amikor erről beszélgettünk bankon belül, akkor azt vettük észre, hogy nem volt olyan szereplő a beszélgetéseken, aki ne tudta volna, hogy mi az a Mustang, és ne egy olyan szimbolikus eszköz vagy autó lenne, ami úgy bárkinek is gondot okozna. Hát én nem tudtam, mikor egyszer szóba került, illetve csak későn esett le, úgyhogy más tészta, de aztán igen, már megvan. Hogy működik akkor, amikor nem a nyereményre vágyunk? Tehát mennyire van egy ilyen látra szóló jellege, mennyiben terheli valamiféle díj, hogyha pénzt akarunk abból szerezni. Ugye ez nagyon fontos azért, mert gyakorlatilag, hogyha nagyjából azonosan működik egy nem lekötött betéttel, akkor gyakorlatilag benne van az a plusz, ami a lehetséges nyeremény formájában jelenik meg. Ezt a terméket valójában kétféle, három csatornán tudjuk értékesíteni. Az egyik, a már meglévő ügyfelek a netbankjukon keresztül tudnak ilyen betétet elhelyezni. Ez a technikailag a legegyszerűbb, viszont itt csak azok férnek hozzá, akiknek van ilyen netbank hozzáférésük, illetve számlájuk nálunk. A másik a bármelyik bank, FHB bankfiókba, és a postahelyeken van ilyen termékértékesítési lehetőség. Itt közel 2000 postahelyen bárki bemehet és vásárolhat ilyen betétet. És ugye a kérdés az volt, hogy maga a konstrukció hogy működik. Ez egy ténylegesen abszolút egyszerű termék. 10.000 forintot befizetek, ha egy hónapig ott tartom, akkor jogosulttá válik a következő havi sorsoláson. Itt vagy nyer, vagy nem nyer. Az ügyfél bármikor elviheti ezt a betétjét. A postán semmiféle költsége nincsen ennek, tehát még az sem fordul elő, hogy a számlavezetés vagy egyéb költség terhelné. És amúgy pedig, hogyha bent hagyja, ameddig bent van egy-egy hónapot, akkor jogosulttá válik arra a hónapra vonatkozóan. Úgy a következő körben szerepeljen. Zenéljünk egyet szerintem. Jó, akkor ezt megtartom. Így van, még úgyis egy csomó kérdésünk még belém is szorult, úgyhogy azért nem mennék neki. Többek között az is, amit a hallgató írt, így van, hogy mennyi a nyerési esély, úgyhogy ezeket latolgatjuk. Majd továbbra is itt lesz velünk a vendégünk Tokodi Gábor, az FHB Bank vezérigazgató helyettese. The depths of sin, you've seen the height of fame. When you got all the marbles, you're gonna win the game. But where are you
making lots of bread. But who are you gonna sell to when everyone is dead? But if you're asking my opinion, I must make it clear. No matter where you're going, you can't get there from here. Not from here, baby. No matter how hard you try, you can't get there from here. No matter how far you fly, You can't get there from here. No, no. You're an important man with all your nasty crimes. In the country, you're in the New York Times. But who are you now? Oh, who are you now? You got a first class berth up on a ship of fools. But if you want to be captain, you gotta bend the rules. But if the evidence don't get you, the facts make it clear. Can't get there from here. Ez továbbra is a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzin, egy gyors útinformáció, óriási dugó az M1-esen befelé az M0-ás előttig, útépítés, Herceghalomnál hajtsatok le az 1-es útra, az az utolsó esélyetek, írja a kedves hallgató. Több nincs. Tokodi Gáborral beszélgetünk, az FAB Bank közérigazgató helyettesével, és akkor, hát nem tudom, na jó Gábor, akkor gyere te, belét folytottam egy kérdést, és akkor utána a hallgatóét megbeszéljük. Elfelejtettem. Akkor jön a hallgató, addig gondolkodj. Tehát, hogy mennyi az a nyerési esély, és változik-e az akkor, hogyha én többet teszek ebbe a betétbe. Tehát ez hogy néz ki? Ilyen egységekre van bontva, mondjuk egy lottószervé, vagy tízezrenként van egy esélyem, vagy hogy kell ezt kalkulálni? Hogy lehet? Hát igen, pontosan. Igen? Erről szól a történet. A minimum összeg, amivel lehet egy ilyen betétet elhelyezni, az 10 000 forint, és 10 000 forintonként van az ügyfélnek egy-egy nyerési esélye. Ez azt jelenti, hogy ha 10 000 forint az adott tárgyhónapban teljes időszak alatt a bankban van, akkor ebből a kamatból képződik az a nyeremény alap, ami alapján a sorsolást meg tudjuk tartani. És hogyha egy ügyfélnek 10-20-30 ezer forintja van, akkor ahány darab ilyen 10 000-es betétje van, annyiszoros a nyerési esély. És az is fontos, hogy nem kell, hogy ezek külön-külön betétek legyenek, ezt egy összegbe is el lehet helyezni. Tehát ha valaki elhelyez egy betétet, 100 000 forint értékbe, akkor ennek megfelelő arányban lesz esélye a nyerésre, és összességében egy darab betétel tud nyerni. A technika pedig, hogy a sorsolás történik, valójában azt úgy kell elképzelni, hogy ahány nyerési esélye van valakinek, annyiszor kerül bele egy nagy virtuális kalapba, és ebből történik közjegyző előtt a sorsolás. Hol tudja meg? Tehát a honlapon lehet megnézni, vagy értesítik esetleg, kérnek e-mail címet a számlanyításnál? Az ügyfél, hogyha ezt kéri, és megadja az e-mail címét, akkor a sorsolásról tájékoztatjuk, és az ügyfélnek lehetősége van a honlapunkon bármikor megnézni a adott nyereménybetét számának a beütésével. Nem akarnám zavarba hozni, de azt tudjuk, hogy egy a mennyihez a nyerési esély? Hát, egy tízezres szelvénnyel. Úgy kell körülbelül számolni, hogy olyan 1 400 000
darab ilyen betét van, és hogyha 1.400.000 van benne egy kalapba, akkor hogyha valakinek van 10.000 forintja, akkor ehhez képest van egy darab nyerési esélye. Hát az a lottónak az 55 milliójához képest lényegesen jobb eséllyel indul akkor. Én azt gondolom, hogy ha most ilyen szempontból közelítjük meg, az különböző szerencsejátékokhoz próbáljuk ezt viszont hangsúlyozva, hogy ez nem az, ez egy betéti konstrukció, talán itt van a legnagyobb nyerési esély. És akkor ugye ez úgy van, hogy az apróbb nyeremények vannak havonta, és egy nagyobb negyed évente, vagy ez egy alkalmi, amiről beszéltünk, vagy az hogy oszik-e? Folyamatosan az a célunk, hogy minél több nyertes legyen, aha, tehát havonta 20-25 darab nyertes sorsolunk. Vannak kisebb nyeremények, például laptophoz kapcsoló dolgokat lehet nyerni robogót, és minden hónapban sorsolunk gépkocsit is, de egy kisebb gépkocsiról van szó. Ja, kis gépkocsi, negyedében nagyobb. Mondjuk kis gépkocsi, az is egy városi kis terepjáró, tehát nem kis kocsiról, hanem családi autóról van szó, és ez, amiről az imént beszéltünk, ez egy egyedi sorsolás. Valójában ez is abból adódik, hogy ez egy ünnep, elértük a 100 000. Olyan ügyfelet, akinek FHB nyereménybetétje van. Na akkor ide kapcsolódott volna, amit már eszembe jutott, és avóta ki is egésztettem. Azért dumáltam, mint hogy legyen időd. Jaj, köszönöm. De már megvolt 3 másodperc után képzelni. Jó, persze. Hogy mennyire jellemző az, hogy átjönnek sima betétből az ügyfelek, azt látják, hogy hát ez már megalázó, ez a kamaszint, hát ez most én már nem tartom ott, és inkább átjönnek, illetve milyen arányban sikerül kívülről szerezni az ügyfeleket, tehát még meglévő ügyfelkörből, alacsony kamat miatt, vagy más okokból, mert azt látjuk, hogy nagyon nagy növekedés van a termékben, tehát nagyon népszerű kezd lenni úgymond ismét, de honnan jönnek? Hát azt látjuk, hogy ez a termék, és ezt tényleg nem arról szól, hogy az ügyfél a teljes vagyonát ebbe tegye be, ez egy érdekesség, egy egzotikum, hogyha valakinek nagyon rövid távra, 2-3 hónapra van olyan megtakarítása, amiről tudja, hogy későbbiekben felkívánja használni, azokat teszik ide jellemzően, de azért ez a termék, ez nem arról szól, hogy a teljes portfóliómat ide helyezzem el, továbbra is a általános normál termékek, amik között megosztanak az ügyfeleknek a megtakarításai. Tehát továbbra is van a hagyományos betéti konstrukció, és igen, a jelenlegi kamatkörnyezetben viszonylag alacsony hozamot lehet elérni, de ott is vannak olyan termékek, termékkörök, amiben érdemes megtakarítani, illetve hát a hagyományos értékpapír termékek, akár ingatlanalap, akár állampapírok, amikkel, hogyha közép-hosszabb távon valaki takarékoskodni szeret, vagy a megtakarításán valami hozamot szeretne elérni, érdemes ott elhelyezni. Uh-huh. Volt-e már arra példa? Azért kérdezem, mert arról kerültek ki statisztikák, hogy a régi, nagy, még az átkosban élő rendszerben ott volt, akinek sikerült 2-szer, sőt talán valakinek 3-szor is nyernie. Itt az FHB-n előfordult már, hogy valaki ráduplázott, nyilván ez csak pár éve van, tehát azért... Igen, itt is van ilyen szerencsés. Tényleg? Ha jól emlékszem, 3 ilyen ügyfelünk is van, és ez is egy fontos üzenet, hogy egy ilyen betéttel többször is lehet nyerni. Ez egyszerűen csak a szerencsém múlik. Két kérdés meg a nyereményhez. Hogy adózik? Tehát ez egy ilyen bruttó nyeremény, és aki elviszi a Verdát, laptopot, akármicsodát, még adót fizet, vagy azt a bank vállalja? A kamat fizetés teljes egészében a bankot terheli, aha, és hogyha visszatérünk oda, hogy ez egy betéti termék, ez valójában teljesen ugyanúgy működik, mint ahogy egy normál kamat kifizetése. Tehát azokat a kamat adott terhelő adókat, amiket, aha, a banknak ki kell fizetni, azt a bank rendezi, hogy az ügyfél, az ő a nyeremény. Világos. Én itt a duplázós, triplázós nyeremények kapcsán jutott eszembe, hogy mi van, hogyha, vagy van-e olyan egyáltalán, hogy valaki nem jelentkezik érte? Van. Itt ez egy játék, fogalmazzunk így. Ez a betét, illetve maga a kamat és a nyeremény sem veszik el. Tehát, hogyha valaki nem a tárgy hónapban jelentkezik, hanem 1-2 hónap múlva, vagy akár egy fél év múlva, akkor is magát az akkori nyeremény összeget azt megkapja, elviheti. Fontos, hogy ugye két módon viheti az ügyfél a nyereményét, vagy a nyereménytárgyat, autót viszi el fizikailag, és azt veszi át, vagy pedig ennek megfelelő értéket. Hogyha valaki későn jelentkezik, ez azt jelenti, hogy több mint 3 hónappal a sorsolás után jelentkezik, akkor már csak a, pénz. Pénzbüntetően. Oké, akkor épp most jött egy kérdés, milyen költségekkel jár egy új betét nyitása egy ügyfélnek, hogy elmondtuk, hogy nincs rajta gyakorlatilag költség, tehát teljesen
jól megjátszható, úgymond a nyerési esély. Rövid hírek jönnek, aztán folytatjuk a beszélgetést Tokodi Gáborral, az FAB bank vezérigazgató helyettesével. Kicsit túllépünk a nyeremény betéten, és megnézzünk más egyéb olyan banki terméket, ami a nullánál többet hozhat az ügyfelének. De azért, ha van ehhez kapcsolódó kérdés? Persze, persze, az jöhet, és akkor megpróbáljuk megválaszolni. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adó rovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilág rovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Reklám. Intersport híreket mondunk. Bemutatjuk a megújult budaörsi Intersport áruházat. Ünnepeljük együtt az ország legszebb Intersport áruházát március 24-én pénteken délután 4 órától. Jöjjön el hozzánk, élvezze a remek akciókat és térjen haza egy igazi Intersportos ajándékkal. Gyerek és felnőtt programokkal, kihagyhatatlan akciókkal, ajándékokkal várjuk Önt egész hétvégén. Megújult Intersport Budaörs. Március 24-én pénteken délután 4 órától. Sikeres vállalkozóként minden helyzetben a professzionális megoldást keresem. Ilyen a Mercedes-Benz Vito Pro Basis. Biztonságos, kényelmes és megbízhatóan teljesít. Ráadásul már nettó 4.989.000 forinttól elérhető. Részletek a mercedes-benz.hu per Vito Pro Basis weboldalon és a márka kereskedésekben. A finom magyar gyümölcs titka a kiváló klíma, illetve a sok-sok napsütés és csapadék. Vannak azonban különleges hozzávalók is, mint például Rudi bácsié. Én beszélgetek a gyümölcsfáimmal és azok termésével is, és mi együtt élünk. Tudj meg többet a gondos gazdákról. Keresd őket a Siós dobozokon és a Facebookon. Sió, mindenünk a gyümölcs. Foglaljon időben, és fedezze fel az Emirates Business osztályt, most kevesebbért. Dőljön hátra ingyenes sofőrszolgálatunkkal. Pihenje ki magát kényelmes, lefektethető üléseinkben, és élvezze az ínyenc falatokat. Minél korábban foglal, annál nagyobb kedvezményben részesül. Repüljön például Dubajba 610.000 forintért. További információkért látogasson el az emirates.hu oldalra. Fly Emirates. Hello tomorrow. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin Schmidt Anditól. Fokozott ellenőrzést tart az adóhatóság több megyében. A NAV honlapján közölt adótrafipak szerint Észak-Pesten például szerdától péntekig a nagyobb piacokon lehet számítani ellenőrökre. A nyugta és számlaadási kötelezettség teljesítését, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését és az alkalmazottak bejelentését is kiemelten ellenőrzik. Forgalomba állította az első felújított szerelvényt a 3-as metró vonalán a BKV, közölte a főpolgármester. Tarlós István elmondta, két héten belül már 3 korszerűsített szerelvénye lehet majd utazni. Hozzátette, hogy 5 felújított szerelvény már megérkezett, és 2018 nyarától már csak ilyen vonatok közlekedhetnek a vonalon. Munkacsoport létrehozásáról állapodott meg az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank a magyar hatóságokkal annak vizsgálatára, hogy a nemrégiben módosított bírósági végrehajtási törvény milyen hatásokat gyakorolhat a magyar bankszektorra. Az EBRD londoni bejelentése szerint a munkacsoport feladatai közé tartozik az esetleges negatív hatások enyhítését szolgáló intézkedési lehetőségek feltárása is. Árcsökkenés jön a benzinkutakon. Holnaptól a gázolaj literenként 2 forinttal kerül majd kevesebbe, a benzinára most nem változik. A gázolaj átlagára így 364 forintra mérséklődik, és a benziné marad 355 forint. Az idén is Bill Gates vezeti a világ leggazdagabb embereinek listáját. A rangsort összeállító Forbes amerikai üzleti magazin 86 milliárd dollárra becsüli a Microsoft szoftveróriás 61 éves társalapítójának vagyonát. Bill Gates az elmúlt 22 évben 18-szor állt a lista élén. Napos, gomoly felhős időszakok váltják, majd egymást, a déli ország részben lesz több napsütés, északon egy-egy zápor előfordulhat. 15 és 22 Celsius fok közé melegszik a levegő. Jelenleg Budapesten 7-8 fok körüli értékeket mérünk. A hírszerkesztőt, Schmidt Andit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt a 18. kerületben, a Nefelejcs utcában, a József utcánál. Mindkét irányból fennakadásra kell emiatt számítani. Az Andor utcában befelé a Fehérvári út előtt a külső sávban egy meghibásodott jármű akadályozza a forgalmat. Lelassult az előrejutás az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán az Egér úttól és a folytatásban a Budaörsi úton is, illetve az Egér úton a Kőérberki úttól befelé az Erzsébet híd Pestre vezető oldalán, a Rákóczi úton pedig az Asztória irányában. Az Üllői úton befelé a Nagykörút és a Kálvin tér előtt is fennakadásra számíthatnak, ahogyan a 6-os főúti bevezetőn is a Háros utcai felüljáróig, Csepelen pedig a 2. Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóút közelében. Varga Etele, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Paris tropical, adeus Brigitte Bardot. O champanhe me fez mal, caviar já me enjoou. Simonaldo estava certo na razão do Patropi. Eu também que sou esperto, vou viver no Piauí. Minha terra tem chacrinha, que é louco como ninguém. Tem Juca, tem Teixeirinha, tem Dona Hebe também. Tem maçã, laranja e figo, banana quem não comeu. Manga não, manga é o perigo, quem provou quase morreu. Ponto de vista, mudando de profissão, pois a moda agora é artista, ser juro em televisão, tomar banho só de cuia, comer jaca todo mês, aleluia, aleluia, vou morrer na BR3. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is. Kérlek szépen, ma Gárdonyi Gézától idézünk egyet. Azt mondta egy alkalommal, én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel, és nem is szegényedik a pénzfogytával. Nem tudok hozzátenni egyebet. Hát hallottunk már hasonlókat, nagyon szépen meg lett fogalmazva, igen.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. De jó, most látom, hogy Tavaszka névnap is van ma. Őket is köszöntjük, elfelejtettük a felsorolásban. Na, megyünk tovább, kérem szépen pénzügyi termékekkel. Tokodi Gábor a vendégünk, az FHB Bank vezérigazgató helyettese. És az előbb a nyereménybetétet kivesésztük, de vannak azért még más olyan banki konstrukciók, amivel el lehet érni szabad szemmel is látható hozamot. Ezek azok az ilyen kombinált megtakarítások, amivel, remélem nem mondok nagy hülyeséget, időszakosan el lehet érni egy ilyen állampapírhoz közelítő, vagy akkora hozamot. Ezek hogy működnek? Ja, hogyha most megnézzük a mostani hozam lehetőségeket betét oldalon, hogyha azt mondjuk, hogy 1%-os kamatot el lehet érni, akkor már nagyon magasat mondtunk. Normál lekötött betéteknél 3-6-12 hónapra piacon ennél lényegesen alacsonyabb kamatokat tud az ügyfél elérni. Az egy is valami ügyfélvonzó alkalmi dolog, ugye? Az egy ilyen nagyon akciós körbetartó, de például, ha már itt tartunk, postán vannak olyan betéti termékek, fix betétnek hívjuk őket, ahol ez abszolút elérhető bárki számára, és ráadásul ott is igaz az az állítás, hogy külön költség számlavezetési díj, kibefizetési díj felszámítása nélkül lehet ezt igénybe venni. De hogyha ennél egy picit tovább nézünk, és valaki magasabb hozamokat szeretne elérni, akkor jelen pillanatban az állampapír, illetve a különböző befektetési formák, például ingatlanalapok, amiknél a visszatekintő hozam alapján azt lehet gondolni, vagy abba hihetünk, hogy ennél lényegesen magasabb 2-3, akár 4%-os hozam is esetenként elérhető. És az utóbbi időben ennek megfelelő konstrukciókat alakítottak ki a bankok. Jellemzően arról van szó, hogyha az ügyfél elhelyez betétbe valamekkora összeget, és mellette valamilyen befektetési terméket, nálunk például ingatlanalapot vásárol, akkor ennek a kettőnek a kombia az úgy jön össze, hogy a lekötött betétre viszonylag magas kamat érhető el, 3-4%, arra két hónapra, három hónapra még maga a termék szól, és a mellette ugyanígy elhelyezett megtakarításra pedig a normál értékpapírhozam érhető az ügyfél számára. Hát amennyit majd az hoz. De ugye azt előre nem látjuk a visszamenőleges hozamból. Hát talán pont az ingatlan alapoknál ez a legkiszámíthatóbb, ugye? Mert ezek azért nem lakásalapok többnyire, hanem mondjuk bérleti díjakból származik a bevételüknek a nagy része, ugye? Jellemzően irodaházak, amik vagy akár bevásárlóközpontok vannak, az ilyen ingatlanabban nálunk is így működik, vagy ennek megfelelően működik, és most itt a válságból kilábalva azt gondoljuk, hogy ez az a termékkör, vagy ez a szolgáltatás, amint ténylegesen közeljövőben a legnagyobb hozamot tudunk. Ezek mit tudnak egyébként mostában produkálni ingatlan alapok? Hát 3-6%-ig terjedő hozamok vannak, attól függ, hogy milyen termékre, vagy milyen konstrukcióról van szó. Aha, és akkor ez a kombinált termék időszakosan kapja a betét a magasabb kamatot? Ott a induláskor, a betét elhelyezéskor, vagy magának ennek a kombiterméknek a indításakor, és ezt követő két hónapra vonatkozóan jár ez a magas kamat. És utána ez föltörhető, vagy van egy fix időszak, ameddig nem szabad hozzányúlni? Az alatt a futamidő alatt, amíg a betét szól, addig nem szabad hozzányúlni. Tehát csak a két hónapra vonatkozik, igen, csak igen. Nyilván azért a többség, ha mondjuk főleg, hogyha elégedett a befektetés részhozamával, meg hogy ne kelljen utána rohangászni, akkor se bántja, hogyha utána visszaesik a kamattal, gondolom, a betétnek. Ez a jellemző, de ha már itt tartunk, hogy megtakarítás, hogy milyen, hova tegyük a pénzünket, azért egy nagyon fontos, hogy ha valaki komolyan gondol, és van lényegében teljesen mindegy, hogy mekkora megtakarítás, azért nem úgy kell nekelni, hogy én most ennyi hozamot szeretnék elérni, hanem azt kell megvizsgálni, és azt kell végig gondolni, hogy mit szeretnék ezzel a pénzzel kezdeni, mikor van rá szükségem, közép-hosszú távon mekkora az a része, amit valószínű nem szeretnék most felhasználni, a gyerekemnek szeretném majd 3 év múlva lakást szeretnék belőle vásárolni, vagy hogyha most azon gondolkozunk, hogy az idén-nyáron hova megyek nyaralni, ez mindig olyan időtáv, amihez igazítottan kell és célszerű a megtakarításainkat összerakni. Uh-huh. Okay. Egy kérdés jött még az előbb a nyereménybetéthez, azt hiszem gyors lesz a válasz. Devizában is lehet a befizetést tenni, és van-e költsége a befizetésnek, és megszüntetéskor a KP kifizetésnek, kérdezi Zsolt.
A válasz az, hogy devizába jelenleg nem lehet, de nem is tervezzük, mert a jelenlegi kamatkörnyezetben nem biztos, hogy ez az a konstrukció, ami akár is népszerű lenne. A másikra meg szerintem megadtam választ, tehát hogyha valaki most a bármely postahivatalon bemegy és ott megpróbál vásárolni, ennek nincs se befizetési, se kifizetési költsége. Világos. Oké, Gábor, neked van még kérdésem? Hát csak egy utolsó, hogy meddig tarthat, mégis ahonnan elindultunk, mégis általánosabb jellegű kérdés. A hozamkörnyezet. Igen, hogy készül erre a bank, hogy esetleg emelkedik a hozamkörnyezet, változhatnak-e a befektetés szokások azáltal, hogyha az infláció magasabbra szökik, csökkenhet-e mondjuk az állampapírnak a vonzereje, illetve az elszívó hatása az egyéb banki termékkel azáltal, hogy mondjuk az állam az kőkeményen megtámogatja a lakosságnak az állampapírhozamokat, nem tudom, milyen várakozásaitok van. Erre azt tudom mondani, hogy ezen a hídon akkor fogunk átmenni, amikor eljutunk odáig. Jelen pillanatban a mostani rövid távú kilátásokban nem számítunk arra, hogy jelentős változás következik be, de hát mondjuk az elmúlt 10 évet, 15 évet, 20 évet nézzük, azért már átéltünk olyanokat, hogy volt csökkenés, növekedés, tehát ahogy eddig ezt követően is le fogjuk követni ezeket a várakozásokat. Uh-huh. Oké. Okay. Köszönjük szépen. Akkor köszönjük szépen. Tokodi Gábor járt itt nálunk, az FAB Bank vezérigazgató helyettese. Jó munkát, szép napot kívánok. Köszönöm, viszont. Megyünk tovább, zenélünk egyet, aztán kicsit szétnézünk Latin-Amerikába, hogy ott mivel lehet pénzt keresni.